A következő percekben a szabad esés szimulátorral fogunk megismerkedni, a szélcsatorna repülésből ugyanis már világbajnokságot is rendeznek. Nézzék meg az olimpiai és világbajnok Berke Krisztiánt egy új helyzetben, egy új mozgásforma elsajátítása közben. Kijelenthetjük, hogy Berki Krisztián átesett a ló túlsó oldalára. Neki egyébként az esés tabu téma, mert ha ő leesik a lóról, akkor az végzetes hiba. Viszont most elvittük egy olyan helyre, ahol nem bírta abba hagyni. Csak esett és esett. Legálisan. Ez egy engedélyezett esés lesz. A Csepeli Skyward szabadesés szimulátorba vittük el, ahol bárki irányított körülmények között átélheti a súlytalanság és a repülés élményét. Krisztiánt rávettük egy repülésre, és ott derült ki, amit nem is gondoltunk volna, hogy olimpiai bajnok tornászunknak gondjai vannak a magassággal. Voltak olyan elemek, amikor úgy éreztem, hogy egy picit magasabbra kell fölmennem, mint a nyújtóvas, és azokat már nem nagyon szerettem, lehet, hogy tériszony, lehet, hogy bármilyen ok miatt, de kíváncsi ezek a súlytalan érzésre, mert azt amúgy sem nagyon szerettem. Hullámvasúton még elviselem, de a szabad eséses dolgokra nem nagyon szoktam vidám parkban sem fölülni. Aztán úgy láttuk őt, ahogy még soha. Amikor először tudatosult benne, mi vár rá, konkrétan félni kezdett. Igazság szerint a telefonban könnyebben mondtam igent, mint most. Ugye már 10 percet vagyunk, megkaptam az instrukciókat, és nem lettem nyugodtabb sajnos. Utoljára gyermekkorában félt ennyire, és gondolták volna egy tornász elemtől. Nyújtón a Ginger szaltó, aminek egy idő után az lett a vége, hogy sajnos nagyon meg akartam csinálni. Ez egy szaltóselem, amikor elengedem a vasat egy fél forrat, és vissza kell fognom. És hát ott volt az első olyan nyújtóvas lefejelésem, aminek egy áll összevarrás lett a vége. Még mindig félelmetes, de most már kíváncsi vagyok nagyon. Aztán megérkezik a felmentősereg, a tulajdonos instruktor, Sztojcsev Tamás, akinek lénye egyértelműen nyugtatóan hat Krisztiánra, és aki már is instruálja a bajnokot. Ha rám figyelsz és azt csinálod, amit kérek tőled, akkor borzalmasan egyszerű dolgunk lesz. Ha használjuk az izmaidat, akkor nagyon nehéz dolgaink lesznek két okból. Az egyik az, hogy nagyon erős vagy, a másik meg, hogy itt a fizikális erő semmit nem számít. Csak a felületünkkel játszunk, belazulunk és élvezzük. Amíg Krisztián átöltözik, addig megismerhetjük egy kicsit Sztojcsev Tamást és a szabadesés szimulátort. Több mint 20 éve ejtőernyőzöm, még 89-ben ugrottam az elsőt, még Gödöllön az őskorszakba. Most már több ezer ugrást hajtottam végre, én is tandempilóta lettem közben. Rettenetesen jó lehetőség arra, hogy amit a levegőbe ki tudnál próbálni, azt tudod imitálni itt a szélcsatornán. Egyébként az érzés az maga 100%-os, tehát nem 99, hanem tényleg 100%-os. Annyi a különbség, hogy mi egy helyben állunk, és a közeg mozog mellettünk. A szélcsatorna egy viszonylag bonyolult, 2000 lóerőre képes cső, légcsavarok segítségével fújják a levegőt akár 200 km per órával. 2016-tól már hivatalos világbajnokságot is rendeznek, Prágában volt az első. A leglátványosabb a Free Fly versenyszám, amelyben van egyéni, páros és négyes gyakorlat. Teljes szélcsatornának az összes átmérőjét mindent ki lehet használni, a rácstól 1 centire, a tetejétől 1 centire. El van választva a szélcsatorna ketté, egy ilyen képzeletbeli lézersugárral, és akkor ezt a bírók ezt látják, hogy tényleg megtetted azt a kört, ténylegesen kihasználod a csatornát, vagy ha csaltál, akkor automatikus levonás. Nagyon szigorú, nagyon nehéz, nagyon-nagyon brutál komoly sport. Ezt próbálja ki most először Berki Krisztián, a megfelelő védőruházat után még egy kis felkészítés, egy oktatófilm a kézjelekről, mert hogy így fognak kommunikálni bent a szélcsatornában. A repülési pozíció ellenőrzése után dobvergés, és jöhet az attrakció. Biztos érezted, hogy mindig előre akartál menni, ahogy Krisztusban vagy, ugye nincs előre felületed. Ahogy összehozod, amit mutattam neked folyamatosan, megvan a felület, nagyon picit behajtod a lábod, pak, beáll vízszintes és utána nem mozdul. Bemegyünk, beállítjuk a pozíciót, nyújtunk, hajlítunk, lazulunk, fogom mutatni, hogy oké. Onnantól kezdve annyit kérek, hogy nem mozdulj semmit, fennhagyod az állat, tartod azt a pozíciót, egy picit megrettetem a testet, fölmegyünk, lejövünk, csak szép, lájtosan, finoman, jó? Kétszer-háromszor megcsináljuk, megint elengedlek, és utána tiéd a pálya. Jobban el vagyok savasodva, mint egy lógyaki út, szerintem Londonban nem voltam ennyire fáradt az aranyérmes gyakorlat után, de hihetetlen élmény, és iszonyat fizikális erőnlét kell hozzá, akármennyire nem azt mondták, hogy nem használjuk az izomzatot,
Hát elfáradtam ettől a pár perctől nagyon keményen. Ugye látszik nagyon benne a sportolói múlt, hogy ő minden fizikai erővel old meg. Egy párszor ezért láttuk, hogy lefele tapicskolt. Ugye lefelen állunk, hiába akarod eltolni magad. Nálunk a felületet ezzel elveszed, és még jobban lekerülsz. Tehát azért volt, hogy sokszor mutattam neki, hogy nyújtsa a kezét. Az, amit én tornászként megtanultam, az itt teljes mértékben borult bizonyos szempontból, mert ugye teljesen más ingert kap egy bizonyos mozdulatnál tornaszeren, akár lólengésben a szervezetem vagy a testem, és itt meg el kellett mindent felállítanom. Zseniálisan ügyes volt. Nagyon érezte az egészet, ti voltatok a legjobb tanúrá. Bementünk, és a negyedik másodpercben elengedtem, és tök egyedül elkezdte keresgélni, hogy mitől történik. Mentálisan is, meg fizikálisan is, meg a testtudatosságot félelmetesen lehet vele fejleszteni. Kíváncsiak? Az eufória közben mi lett a tériszonnyal? Néha már ott a magasban is furcsa volt magam alá nézni, és egy kicsit a tériszony azért előjött, de ide biztos, hogy vissza fogok jönni, úgyhogy köszönöm nektek az élményt. Hát úgy tűnik, új hobbi lebeg Krisztián előtt. Egyébként pedig mi köszönjük, hogy tanúi lehettünk. Most valami frappáns befejezést kellene itt mondanunk, de arra jutottunk, beszéljenek helyettünk Krisztián szemei, azok mindent elmondanak.